Az emberek, ha valaki egészséges, vidám, gondtalan, meg vannak ijedve. Meg vannak ijedve, ha nevet és bolondozik, és nagyokat eszik és alszik. Azt hiszik, ha valaki jól él, nekik már nem jut belőle. Azt hiszik, ha valaki intenzívebben él, nekik kevesebb jut, és az életet valaki elől úgy elélhetem, ahogy a kenyeret előle elehetem. És ezért azt hiszik, hogy az ilyen embert irigyelni kell, és el kell pusztítani, mert 100 másik életét éli el. Ennek természetesen éppen az ellenkezője van. Ha valaki intenzívebben él, oly erőket szabadít fel, amelyek az én életemet is elmélyítik és fölemelik. Az élet nem fogy el. Az életet nem lehet más elől elélni. A költő mámora az élet természetes állapota? Igen. A szerelem szenvedélye az élet természetes állapota? Igen. Az entuziazmus az élet természetes állapota? Igen. Miért? Mert a létezés logikája paradox. A bolond bölcs, a bölcs bolond? Igen. Milyen kár, hogy a bolond egy okos szót sem mondhat, mikor az okosok olyan bolondok. Nincs okosabb lény, mint a bolond. Az élet normál állapota az őrület. A kristály örvénylik. Tulajdonképpen csak az beszél helyesen, aki félre beszél. Ezért van, hogy akit a hatalmi ösztön elkap, és az életre veti magát, az egészet elveszti. És ezért van, hogy aki leül az országút szélére és szundikál, az egészet megnyeri. Csak akkor kezdődik az élet, ha az ember nem tudja, hogy mi lesz. A létezés nem hat megnyugtatóan. Ezért Isten megalkotta trónusát, de esze ágában sincs beleülni. Ezért Arlekin az egész világ komédián vigyorog. A létezés, amilyen arányban valaki le akarja igázni, kezéből elpárolog, és ha szétszórja, egész gazdagságában eléje dől. A világ ezt nem tudja. Ezért mondja Goethe, Die Welt ein einzig großer Tor. A világ egyetlen nagy bolond. A bolondság szabadon sétál a világban, s mint a nap mindenütt világít. Arlekin pedig az egyetlen józan ember.